1938-ban Sárkeresztúról látta meg a napvilágot Bokros János költő, akinek nevét nagyon sok fehérvári ismeri, hiszen az egykori József Attila gimnázium tanára volt. Most születésének 85. évfordulóján a Ciszterci Szent István gimnáziumban családja, pályatársai, barátai, egykori tanítványai emlékeztek meg a költő és pedagógus nagyívű pályájáról, megidézve dalban és versben életét és munkásságát. Az 51. évét nem egészen töltötte be, egy nap héján, 51 éves korában halt meg, tényleg nagyon korán. Még nagyon sok mindent tudott volna írni, tanítványait nevelgetni, de hát hiába ez a betegség elvitte nagyon korán. Bokros János lánya Bokros Judit számára is nehéz volt az elválás, ugyanakkor az időközben édesapja nyomdokaiba lépett költőként is bemutatkozó kiváló újságíró számára megerősítést nyújt, hogy ma is ott vannak az irodalmi köztudatban édesapja versbeszőtt veretes gondolatai. Felkavaró, hogyha jobban belegondolok, meg úgyhogy készültem erre az estre, nagyon sok elérzékenyülős pillanat volt, hogy néztem a fényképeket. Ez persze 5 évvel ezelőtt is így lehetett, amikor egy kerekebb évfordulót ünnepeltünk a 80. születésének a napját, de most is ez egy szép évszám, meg azért tartottam fontosnak, hogy erről a 85-ről is megemlékezünk, mert láttam, hogy a tanítványoknak is fontos, meg sok olyan embernek, aki ismerte, meg szerette őt. Amikor szűkebb vagy tágabb szülőföldjéről, Sárkeresztúrról, a Sárvíz környékéről vagy Fehérvárról szólt, akkor is a világról beszélt, írta Román Károly Bokros János emlékezete című elemzésében. Bakonyi István az est házigazdája irodalomtörténészként és barátként is megerősítette, Bella István kortársaként sokat tett lírájával a költészetért, pedagógusként pedig a magyar nyelv megszerettetéséért. Egy nagyon sokszínű, a hagyományokat tiszteletben tartó, a formai biztonságot is nagyon jól ismerő költőről van szó, akinek ráadásul nem csak a felnőttek számára, de a gyermekek számára is nagyon sok szép verse íródott. Ebből egyébként ezekből kötetek is jöttek létre. A verses, filmes, zenés est méltó volt a rövidre szabott életút megismeréséhez, az emlékezőket megerősítette, Bokros János továbbra is köztük, köztünk van.